A második országos 11-es rúgó bajnokság területi fordulója zajlott Tamásiban, a Németh László városi sporttelepen. A futballisták körében kedvelt bajnokságot tavaly rendezték meg első alkalommal, akkor csaknem 40 helyszínen 2000-re rúgtak kapura a milliós fődíjért. Tamásiban idén 14-en álltak a büntetőponthoz a szabályok tisztázása után. A pályára vonulóknak ezúttal csupán egy feladata volt a délelőtt folyamán, kicselezni a kapust. Nehéz feladatom van, mert azért 11-es rúgásoknál mindig a kapusnak kicsit nehezebb helyzete van, mint mezőnyjátéknál, de szerintem a srácok jól rúgják, és kihívásnak érzem tényleg, hogy megfogja mindenkinek a 11-esét, úgyhogy szerintem szuper kis rendezvény. 90 perc az megint más, itt pedig csak mindig egy-egy lövésre kell koncentrálni, szóval a mérkőzés sokkal nehezebb. A Tamásiban megrendezett területi fordulón nem csak a helyi foci csapat játékosai próbálták megszerezni azt a két helyet, ami az országos döntőbe juttatja őket. Tavaly volt az első 11-es rúgó bajnokság, azon is részt vettem, ugyanúgy Tamásiban jöttem el versenyezni. Itt tavaly is került tovább jutni, idén sajnos nem, de nem baj, mert Dombaváron lesz még egy, ott megpróbálom. Szeretek 11-es rúgni, szerintem mindenki szeret gólt rúgni, szereti a kapusokat egy picit alázni. Nagyon jó volt a verseny, kapus kifejezetten jól védett, rúgók is ügyesek voltak. Gratulálok a két továbbjutónak. A Tamási 2009 FC a tavalyi év folyamán figyelt fel a lehetőségre, hogy az országos 11-es rúgó bajnokság megyei fordulóihoz helyszínt keresnek. Már akkor éltek ezzel a lehetőséggel. Ez a 11-es rúgó, országos 11-es rúgó bajnokság, ez ugye a tavalyi évben indult. Tavaly regisztráltunk erre az oldalra, hogy szeretnénk szervező egyesület lenni, és tavalyról megmaradt a kapcsolat. Az idén szóltak megint, hogy minden tavalyi jelentkezőt szervezőt szeretettel látnak, hogy vállalnánk-e újra a területi forduló megrendezését. Nyilvánvalóan, mivel tavaly is jól sikerült, így utólag már jobban sikerült a létszám szempontjából, mint az idei, ezért vállaltuk ismét a területi fordulónak a megszervezését országos szinten. Látszik a statisztikákból, a felmérésekből, hogy jóval kevesebben jelentkeznek, mint az elmúlt évben. Hát annyi biztos, hogy az elmúlt évhez képest sokkal több szervező, egyesület szervező város van. 50 kilométerenként annak városok, hogy megszervezik a területi fordulót. Én úgy gondolom, hogy ez is közrejátszik. Talán egy kicsit a pénztelenség, a pénzügyi helyzet is, hogy azért 3990 forint egy rugás. Pontosabban ebbe a szezonban most kettőt lehetett rugni érte. Az első fordulóban, aki kihagyta az első rugást, utána közvetlen rúghatott még egyet. Ugye a tavalyhoz képest ez volt a változás, plusz aki kihagyta mind a kettőt az első fordulóba, az még utána újra tudta vásárolni egyet, amivel bent tudott maradni a versenybe, és akkor tudta folytatni. Viszont utána már, hogyha újra vásárolt, mint ahogy nálunk is volt rá példa, utána már csak egyet rúghatott, és azt kihagyta, akkor kiesett sajnos. 14 volt a létszám. Ebből 3 ember volt, aki nem Tamási futbolista volt a többi. Tavalyi szervezéshez képest igazából nem volt jelentős változás. A főszervezők mindent kezünk alá tettek, tehát megkipostázták nekünk a jelenléti évet, kipostázták a regisztrációs lapokat, kipostázták a sorszámokat, úgyhogy igazából nekünk annyi volt a feladatunk, hogy megszervezzük helyileg az egészet. A legjobbak a Bozsik arénában küzdhetnek majd meg a fődíjért, amely legalább nettó 1 millió forint, de a megnyerhető összeg a nevezők számától függően akár ennek a többszöröse is lehet. Az egyik továbbjutó, aki Tamásit képviseli majd a fővárosban, a 2009 FC ifjú focistája Fleisch Milán. Azért neveztem, hogy megnyerjek és tovább isak, úgyhogy nehéz volt, nyilván felnőtt kapusnak, meg jó barátom, úgyhogy nehéz volt, de figyeltem és oda rúgtam, hol kellett. Nem készültem külön, arra azon voltam, hogy berúgjam az összeset, és lesz, ahogy lesz, és lett. Azokra, akik a területi forduló helyszínéül Tamásit választották, még egy meglepetés várt a helyi futballklub jóvoltából, tudtuk meg a szervezőtől. A Tamási 2009 FC vezetősége úgy döntött, hogy próbáljuk kicsit ide vonzani az embereket, hogy kicsit több jelentkező legyen, és ezért a Ferencváros bajnok csapatának, az NB1-es csapatnak a tagjai által aláírt NB1-es mérkőzésmezt ajánlottunk fel a szervezők, vagy a résztvevő játékosoknak. Tehát igazából az, hogy most ki lett az első, ki lett az utolsó, semmi jelentősége nem volt. Aki Tamásiban regisztrált erre a versenyre, ő neki a neve bekerült egy kalapba. A 14 nevező közül Pap Norbert volt a szerencsés, aki hazavihette a dedikált Ferencváros mezt.